Hát ez a kínai. A központilag kapott koronavírus teszteket mutatja ez a szekszárdi házi orvos. Néhány napja már ezek a praxisok is elvégezhetik az orrból vett minták szűrését, amennyiben a szakemberek azt indokoltnak látják. Lehetőség van arra, háziorvosi szinten is már, hogy koronavírus elleni gyors tesztet alkalmazzunk, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy valakinek nem a szokványos őszi vírusfertőzése van, hanem koronavírus betegség is lehetséges ok, akkor ezt a tesztelést is elvégezzük az orrból vett mintával. Szekszárdon egyelőre ilyen tesztből még keveset végeznek a házi orvosok. A koronavírus az országnak ezen a részén lassan, de napról napra nagyobb intenzitással terjed. Ugyanez látszik a szennyvízből vett minták alapján. Munka ettől függetlenül bőven van a házi orvosi praxisokban. Egyre többen érkeznek ugyanis az ilyenkor megszokott felső légúti megbetegedésekre jellemző tünetekkel. Ezek a tünetek általában inkább enyhe tünetek, náthával, köhögéssel, esetleg torokfájással járnak. Néha persze hőemelkedés láz is kísérheti. Ezek a betegek általában valamelyik hozzátartozótól vagy közösségben kapják el ezeket a betegségeket. Bátaszéken is ugyanezt tapasztalják a házi orvosi praxisokban dolgozók. Most elsősorban a gyerekek körében terjednek az ősszel rendszeresen megjelenő vírusok, de egyre több felnőtt is érkezik panaszokkal. A város egyik házi gyermekorvosa szerint fontos, hogy lehetőleg mindenki telefonon hívja először a rendelőt, ezzel is csökkentve a személyes érintkezések számát. Tartjuk magunkat a telemedicinához is, tehát akit otthon is lehet kezelni egy enyhe nátha megfázásos dologgal, és ez a többség. Azt otthon kezeljük, az igazolásokat rendezzük. Gyakorlatilag most már a megye szinte összes oktatási intézményébe tudjuk online küldeni az igazolásokat. Tavaly, amikor kötelező volt a maszk használat, és nem lehetett tömegrendezvényeket tartani, az orvosok szerint egyszerűen nem söpörtek végig az országon az őszi vírusok okozta megszokott járványok. A szakértők azt mondják, most is indokolt lehet az orrat és száját eltakaró maszk hordása a közösségi tereken, így például bevásárláskor, munkahelyen vagy tömegközlekedési eszközt használva.